Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben szeretnénk bemutatni a székesfehérvári orvosokat, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek. Nem csak azért fontos, hogy egy kicsit jobban megismerjük őket, természetesen mindenfajta bulvár nélkül, hanem azt az indítatást is szeretnénk megtudni, amelynek mentén a hippokratészi eskü mentén ott vannak velünk napról napra betegségeink idején és betegségeinken túl is. Tehát akiknek nagyon sokat köszönhetünk, vendégem dr. Tompa Ágnes, háziorvos, csókolom a kezét. Nos, egy rövid felsorolás, kedves, barátságos, türelmes, lelkiismeretes, komoly tapasztalatokkal. Ezt az ön honlapján olvastam. Így vélekednek azok a betegek, akik önhöz járnak. És én azt hiszem, hogy ha a mosolyt látom az arcán, akkor erről most is meggyőződhetünk, hogy bizony ez így van. Ahhoz azonban, hogy megismerjük a szakmai praxisát, nyilvánvaló egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hogy megismerjük a gyermekkorát, hiszen az indítatás rendkívül fontos, a gyermekkor, illetve az általános iskola. Ma már óhatatlanul is azt mondják, hogy ez régmúltban felesleges vájkálni, de én azt mondom, hogy evezz a mélyre. Beszéljünk róla egy kicsit. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, és ezeket a szép szavakat is én nem is olvastam, amikkel illettek a páciensek, vagy amin a honlapon elhangzottak. Én Tatabányáról származom, Tatabányán nőttem föl egy összetartó és szerető családban. A kis családunk is és a nagy család is egy összetartó csapat volt. Édesanyám nagy gonddal nevelt bennünket a húgommal. Édesapám gyerekorvos volt, ő nagyon szívén viselte a kisbetegeknek a sorsát, és jó, én szememben ő volt a példakép. Először én nem szerettem volna, illetve nem gondoltam, hogy orvos leszek. Sokáig gondolkoztam rajta, hogy mi legyek, de édesapám példája ott volt előttem. Az általános iskolát, a József Attila általános iskolában végeztem, alsó-felső tagozaton. Ahogy így visszaemlékezem, nagyon jó tanítónénim volt, aki az első 4 évben tanított, és a felső tagozatban is nagyon jó tanáraim voltak, csak hálával és szeretettel tudok visszagondolni rájuk. Abban az időben nehéz döntés volt, hogy hol tanuljak, hol tanítassanak a szüleim tovább, és úgy döntöttek, és én is nagyon örülök ennek a döntésnek, hogy Budapestre a Patrona Hungárie Katolikus Leánygimnáziumba irattak be, és oda nyertem felvételt is. Tehát egy komoly tradíciókkal rendelkező középiskola lett a második otthona, ha úgy tetszik. Igen. Ahol gyakorlatilag én azt hiszem, hogy mindent el lehetett sajátítani, ami akkor is, és abban az időben hiányzott az egyéb középiskolákból. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a hit, én azt hiszem, hogy nem hiányozhat egy fiatal, feltörekvő és tehetséges fiatal lány életéből. Én nagyon örülök, hogy oda járhattam, kollégista voltam 4 évig. Amit tanítottak, ahogy tanítottak a nővérek, az mind csak hasznunkra vált, és azon kívül tényleg színházba járhattunk, előadásokat láttunk, kitárult a világ előttünk. Lehet, hogy Tatabányáról ez nem lett volna így megvalósítható, de akkor nagyon jó volt. Jó tanuló volt? És a kedvence a biológia bizonyos értelemben? Én jó tanuló voltam, most nem dicsekvésként mondom, de végig 5-ös voltam, vagy kitűnő. Egyszer volt egy nehéz évem, amikor pont 3. évben, vagy 3. gimnazista koromban a biológiából nem úgy sikerült egy felmérő dolgozatom, és az Edit nővér pedig akkor már úgy sejtette, hogy én merre fele tendálok, a biológia tanárnőnk, és nagyon keményen meg kellett tanulnom a biológiát, hogy aztán 5-ösre felhozzam azt is. Az, hogy az orvosi pályát választja, tehát az orvos egyetemre jelentkezik, az bizonyos értelemben eleve elrendelés volt az édesapja? Nem volt elrendelés, nem. Sokat gondolkoztam rajta. Az ő példája, ahogy az emberek felé fordult, amilyen türelmes, megértő volt és segítőkész, ez azért sokat motivált, vagy nagyon motivált.
de nem volt elrendelve. Végül is a gimnáziumi érettségi után valahogy mégis természetes volt, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre jelentkezem, és hál' Istennek elsőre fel is vettek, tehát folyamatos volt az. Ez egy legendás időszak. Az orvosegyetemnél különleges mindenképpen. Egy ifjú, egy fiatal számára mindenképpen fontos az egyetemi első évek, hiszen meg kell szokni azt a struktúrát, azt a másfajtaságot, ami jellemzi, de az orvosegyetemre ez kiemelten jellemző. Milyen voltak az első évek? Milyenek voltak? Az első évek hát komoly tanulással teltek, mert mindenképpen meg akartunk felelni. Ott is kollégiumban laktam egy 4 ágyas szobában, és 3 évfolyamtársak voltunk. Ez is sokat segített bennünket abban, hogy együtt jártunk előadásokra, gyakorlatokra, meg a tanulásban is egymást segítettük, és mindegyikünk komolyan gondolta azt, hogy orvos szeretne lenni, és ennek megfelelően tanultunk, nem csak lébecoltunk. Kik voltak azok a professzorok, akik meghatározták a későbbi szakirány választását, akiktől nagyon sokat lehet tanulni, akiket ma sem felejt? A tanulásban, ugye azt szoktuk mondani, mivel én aztán a legvégén most kicsit előre ugrom, a belgyógyászatot választottam, hogy a magyar Petrányi, Magyar Imre Petrányi Gyulának a tankönyve az mindenképpen nekünk a, nem akarok csúnyát mondani, a szentírás volt. És most is az, ugyan már túlhaladta a tudomány sok szempontból olyan értelemben, hogy sokkal komolyabb dolgokat tudunk, hát a diagnosztika óriásit fejlődött, de én nekem valahogy az volt a meghatározó. Sokáig nem tudtam, hogy melyik szakot válasszam. Tudtam, hogy családanya szeretnék lenni, gyerekeket is szerettem volna, és sokáig úgy gondoltam, hogy valamilyen kisebb szakmát. Nem tudom, hogy van-e kisebb szakma. Azt választom majd, abban próbálok majd helytállni. És 5 éves koromban kerültem az Uzsoki utcai kórházba belgyógyászat gyakorlatra a felnőttek közé, és ott láttam meg közelről a belgyógyászatnak a szépségét is, ami aztán oda vezetett, meg hát a nehézségét is, de azt megvállalnunk kellett. Úgyhogy az az 5. év volt, ami eldöntötte, hogy én végül is a belgyógyászatot választom. Tehát eldőlt a sorsa. Igen, azt lehet mondani. Tehát egyenes útja volt mindaddig. A diplomaosztó után, az eskü után mihez kezd egy fiatal orvos, hiszen itt az alapvetően meghatározza a későbbi életét is. Akkor már én elhatároztam, hogy Fehérvárra szeretnék jönni, és minden lépést megtettünk azért, hogy ez sikerüljön is, és hál' Istennek sikerült a belgyógyászaton, az egyes belgyógyászaton állást kapnom. Először albérletben kezdtünk, aztán utána egy tömbházi lakásban, aztán családi ház, aztán jöttek a gyerekek sorban. Kezdtünk, mondta. Igen. Essék szó akkor röviden Lelke Jobbik feléről is, hiszen ez egy fontos támpont, ha valaki családostól szeretne, és aztán a későbbiekben valóban székesfehérvárivá válik. A Műszaki Egyetemen végzett a volt férjem, ez hozzátartozik az igazságnak, a igazsághoz, akivel 77-ben házasodtunk össze, viszont most 2012-ben megromlott a kapcsolatunk, de hál' Istennek én megtaláltam most már lassan 10 éve az új támaszomat, az új páromat, aki mindenben segít, és elfogadta a gyerekeimet is, hát ők már felnőttek, Pesten élnek, de szerencsére így is kerek most az életem. Nos, tehát akkor a székesfehérvári pályafutása, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát belgyógyászként kezdte. Igen. Mikor döntött úgy, hogy a házi orvoslás lesz az ön iránya, a ház és gyermekorvoslás? Az egyes belgyógyászaton nagyon meghatározó volt Kocsán Károly főorvosnak a személye, egy kicsit visszakanyarodok, és amikor én oda kerültem, akkor most mentornak hívnánk, de a dr. Székely Iván volt az a szakorvos, aki szárnyai alá vett, és ő vezetett be engem
a kórházi életbe, a belgyógyászatnak a gyakorlati részébe, és nagyon sokat tanultam tőle szakmailag is, és emberileg. Hogy, mit lehetett megtanulni a kuhárér a legendáitól? Ugye úgy fogalmazott, hogy szakmailag és emberileg, és nyilván ez mindenképpen az orvoslásban összekapcsolódik. Úgy érzem, hogy akkor egy nagy család volt a kórház. Mi oda kerültünk a kolléganőmmel ketten az egyes belgyógyászatra úgynevezett kis orvosok, és ugyanolyan szeretettel és tisztelettel fogadtak bennünket, mintha már nem tudom én mióta a szakmát gyakoroltuk volna. Akkor az volt a szokás, hogy a kis orvosokat minden osztályra elvitte a mentora, és bemutatta a főorvosoknak és az ott dolgozó orvosoknak. Tehát rögtön úgy éreztük, hogy mi tartozunk valahová, és meg is kell felelnünk azoknak az elődeinknek, meg az elöljároknak, akik befogadtak bennünket, meg bíznak bennünk. Tehát ez nagyon jó érzéssel töltött el, meg inspirált is bennünket. Miként és miért döntött a házi orvoslás, a gyermekorvoslás mellett? Azt is lehet mondani, hogy egy kicsi kényszer volt, mert én először az üzemegészségügyre mentem ki a Videoton rendelőbe, és már akkor megvolt a három gyermekünk, és nehéz volt összeegyeztetni az éjszakázással, ügyeletekkel, és a Videoton orvosi rendelőbe mentem ki üzemorvosnak. Akkor még az volt a szokás, hogy az üzemorvos vizsgálja a táppénzes betegeket is. Annak idején 13 ezer dolgozója volt a Videotonnak, és ők a betegségeikkel, a táppénzes igényükkel a kisfalvakból is bejöttek oda. Tehát itt az üzemegészségügy meg a házi orvosság összefonódott. Jött egy olyan rendelet, hogy az üzemorvos nem gyógyíthat, és azt én meg nem szerettem volna, és akkor azt mondtam, hogy én házi orvos szeretnék lenni. És akkor jött ez a kártyagyűjtő, így mondjuk mi a kártyás házi beteg kártyagyűjtés 92-ben, és akkor döntöttem el, hogy akkor én felnőtt házi orvos is szeretnék lenni. Ez egy rendkívül fontos pillanat, mert nem közhely, hogy a családorvosa, a házi orvos, illetve a gyermekkorban a gyerekorvos a mindennapi életünknek meghatározó, nélkülözhetetlen szereplője. De beszéljünk egy kicsit a házi orvoslás miben létéről, hiszen az egészség rendkívül fontos. És ezt ugye gazdag nemzetközi szakirodalom is tárgyalja, és mi óhatatlanul is természetesnek vesszük a ma már a házi orvosok működését, holott a legfontosabb az egész egészségügyi ellátórendszerben. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, és akkor döbbentem erre rá, amikor az alapellátásba kimentem, mert azt hittem, hogy a belgyógyászati osztályon kívül nincs élet, és amikor kikerültem az alapellátásba, akkor láttam, hogy az emberek első panaszukkal, első bánatukkal, fájdalmukkal a házi orvost, annak idején körzeti orvost, most pedig a házi orvost keresik meg. És nagyon fontos az, hogy a házi orvos odafigyeléssel, empátiával, szeretettel, türelemmel forduljon a beteg felé, vagy a páciens felé, mert ezzel nagyon sok mindent ki lehet deríteni a betegségről, a háttérről, mert van ott egy panaszkodó ember, de lehet, hogy egész mások vannak a háttérben, mint amit ő meg tud fogalmazni. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy házi orvos több, mint egy orvos? Nem akarnám itt most misztifikálni ezt a területet, de én úgy gondolom, hogy szükség van egy jól képzett, jól felszerelt és nagy lehetőségekkel bíró alapellátásra, házi orvosi rendszerre. Ez biztos, hogy könnyíti is majd, mert most ilyen tervekről olvastam, hogy könnyíti majd a szakellátás és a kórháznak is a terheit, de kell egy jól képzett alapellátó rendszer. Igen, mert egy ugye az általánosság, amit most mondok, de a legtöbb ember az egészséggel, betegséggel kapcsolatos problémák és jelenségek kapcsán bizonytalan. És nem csak azért, mert nem tudja igazából, hogy mi a baja, hiszen az orvos ezért van,
de ettől függetlenül a házi orvoshoz mindig bizalommal érkezik meg, és a házi orvos a legfontosabb, az a lépcső, ami elválasztja a betegséget az egészségtől. Ez így van, és nagyon fontos, hogy a házi orvos úgy forduljon a páciens felé, hogy az bizalommal legyen iránta. Sokszor mondtam azt, hogy mi nem csendőrök és rendőrök vagyunk, hogy parancsot adjunk és jobbra át és balra át, hanem szeretettel, empátiával, odafigyeléssel kell a beteggel foglalkozni. Az fontos, hogy a házi orvos, illetve a házi gyermekorvosi ellátás miként illeszkedik az egészségügyi rendszerbe, és ebben is történt változás. Fontos, igen, fontos. Egyrészt, hogy mi is egyre többet tudjunk az alapellátásban segíteni, akár vizsgálatokkal, akár kezeléssel, illetve tudjuk azt, hogy hova kell, és hova lehet a pácienst irányítani. Milyen elsődleges szemlélet és gyakorlat szükséges a gyermekorvos számára? Hiszen ez a gyermek a szemünk fénye, ezt tudjuk. Ebben megmondom őszintén, én annyira nem vagyok járatos, mert csak felnőttekkel foglalkozom. Édesapám révén azért úgy kicsi beletekintést kaptam ebbe. Az még komplexebb, mert ott még inkább az egész családot, a gyereket, és a szülőket is kell úgymond kezelni, megnevelni, hogy megfelelő legyen az a kezelés, vagy az ellátás, amit a gyermeknek adni akarunk. Egy kicsit beszéljünk arról, mennyiben különbözik a kórházi ellátásban dolgozó orvosok munkája a házi orvosoktól, hiszen az a különbözőség rávilágít arra, hogy minden a házi orvoslásnál kezdődik. A belgyógyászati osztályon ott egy, nem azt mondom, hogy válogatott, de egy szűrt csoporttal találkoztam én annak idején legalábbis. Ott már olyan súlyosabb betegek voltak, akik vagy definitív ellátásra szorultak, komolyabb kivizsgálásra szorultak. Rövidebb időt töltöttünk együtt azokkal a páciensekkel, és inkább a betegségükre fókuszáltunk. Az alapellátásban egyrészt az aktuális problémákat próbáljuk megoldani, kicsit tágabb kitekintésben ismerve a páciensnek a körülményeit, lakhatását, munkahelyét, akár családi körülményeit, személyes problémáit, és sokkal inkább gondot kell fordítani a megelőzésre. Mivel a házi orvost régen családorvosnak is titulálták, ha ismerjük az idősebb generációt, a szülőket, akár a gyerekeket, akkor egy összefogott alapellátásban sokkal jobban ki lehet szűrni a megelőzhető betegségeket. És azért valljuk meg, változtunk mi is, hiszen felgyorsult a világ, hajlamosak vagyunk eltekinteni attól, hogy rendszeresen elmenjünk az orvoshoz, illetve a kicsi panaszainkra ügyet sem vetünk néha bizony, és ez problémát okoz. Az orvosi praxisában is problémát okoz? Okozott problémát, sokszor nagyon határozottan kellett valakit arra kérni, hogy foglalkozzon a saját egészségével, vagy fogadja el azt a tanácsot, amit az orvos mond, és szedjen gyógyszert, hogyha gyógyszerrel lehet gyógyítani. Sokkal nehezebb volt az életmódváltásra rávenni a pácienseket, hogy mozogjon, az étkezése észszerű legyen, de meg lehet csinálni. Nagy türelem kell, meg kitartás hozzá. Mindenkinél más jön be. Én nem vagyok egy veszekedős, megmondom az igazat. Inkább hosszasan elbeszélgettem a páciensekkel, próbáltam meggyőzni szép szóval őket, de van, akinél pedig az kell, hogy határozottan azt mondja az ember, hogy eddig és ne tovább, mert rossz vége lesz. És ez is, akinél a szép szó nem használt, ott használt, mondta is egy hölgy, hogy ő megszívlelte és a szavaimat, és akkor nekiállta. Tehát a saját érdekünk voltak éppen. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy miként látja, mennyire van megbecsülve rossz szóval a házi orvoslás ma Magyarországon? Ha valahol nincs megbecsülve, akkor azt hiszem magunkra kell vessünk. Mert
mindenki úgy viselkedik ebben a munkakörben, ha így nevezzük, vagy ebben a hivatásban, ahogy ő gondolja. Hogyha nem kap megbecsülést mondjuk a páciensektől, akkor én úgy gondolom, azon el kéne gondolkozni, hogy másképp kellene hozzájuk viszonyulni. Én most egyéb megbecsülésről inkább nem beszélnék, mert az van, nincs. Szeretni kell ezt a területet hivatásszerűen végezni, és akkor azt hiszem, hogy jól érzi benne magát az ember, vagy igyekszik jól érezni. Minden esetre azt tudjuk, és nem csak azért térek vissza arra, hogy önt a páciensei a körzetében szeretik. Tehát hogy kell felépíteni önmagát egy orvosnak? Ön hogy tette? Hiszen évtizedek óta ott van abban a körzetben, és jószerivel ismeri a nagypapát, a gyermeket és az unokát is. Sokat változtunk, mi sokat változott a körzet az életminőséggel együtt? Változott is, de azért az a mag, amiből ez kinőtt, most nem magamat akarom dicsérni, de úgy érzem, hogy egyben marad, és talán az orvosnak a személyisége is meghatározza, hogy hogyan viselkedik a páciensekkel, hogyan viszonyul hozzájuk. Ez is befolyásolhatja. Hogy én hogy tudtam ezt kiépíteni, vagy összetartani, ez lehet, hogy... Milyen tanácsot adna azoknak a fiatal, most még doktoranduszoknak, akik majd ezt a hivatást választják? Hiszen nyilván nagyon sok olyan élmény, olyan pillanat volt a szakmai életében, ami figyelemre méltó, és ami azt hiszem, hogy irigyésre méltó is egyben. Alázattal kell viseltetni egyrészt a tudomány iránt, és el kell ismerni azt, ha valamit nem tudunk. Amikor én fiatal orvos voltam, azt hittem, hogy mindent tudnom kell. Ha valaki kérdezett valamit, nagyon szégyeltem magam, hogy nem tudtam. Mert vagy nem tudhattam, vagy nem figyeltem a tanulásnál. Ugyanakkor az sokkal egyenesebb dolog, ha az ember megmondja a páciensnek, hogy én ezt most nem tudom önnek megválaszolni, de megkeresem, utána nézek. Manapság a Google világában már sokszor okosabbak a páciensek, mint mi vagyunk, de egyrészt őszintének kell lenni, odafigyelni, empátiával lenni, szeretni az embereket. Sokszor nehéz elfogadni olyannak, amilyen, de meg kell próbálni, és azt hiszem, hogy akkor ez meghozza a gyümölcsét, nem csak az emberi kapcsolatban, de hogy a betegségéből is ki tudjuk gyógyítani, vagy megfelelő irányban tudjuk őt kezelni. Tehát ez egy rendkívül fontos üzenet, és ez jel és jelkép, ha úgy tetszik, annál is inkább, mert hogy nagyon fontos számunkra. Fontos azért, mert példaképekre szükségünk van. Példaképekre szükségünk van minden hivatásban, és azt hiszem, hogy ön a példája ennek, hogy mit lehet elérni empátiával, szakmaisággal, kedvességgel adott esetben, és megtisztelve nyilván azt a hivatást, amelyet választott magának. Mit kívánjunk önnek? Jó egészséget, nyugalmat, békét, szeretetet. Én azt hiszem, hogy ennek nem lesz hiány sohasem. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én is a megtisztelő figyelmüket, meg a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Tompa Ágnes házi orvos volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak.